Szabálytalan és indokolatlan fékezéssel egy utasokat szállító autóbuszt kényszerített vészfékezésre egy férfi budapesti 6. és 7. kerületi ügyészség vádirata szerint. A vád szerint a vádlott 2018. március 17-én a főváros 3. kerületében a Pünkösfürdő utcában autózott. Előtte haladt egy busz, ami a megállóhoz érve lelassított, de le- és felszálló utas hiányában nem álltott meg. A vádlott záróvonal és előzni tilos jelzés ellenére meg akarta előzni a buszt, ez azonban nem sikerült neki, vissza kellett sorolnia. Mind a vádlott, mind a busz vezetője dudált egymásra. A vádlott ezután feldühödve a megengedett sebesség túllépésével megelőzte a buszt, majd elé visszatérve intenzív fékezésbe kezdett, végül a busz előtt megállt. Az autóbusz vezetője vészfékezés ellenére sem tudta elkerülni az ütközést. A busz utasai közül többen az ülésből előre lendültek, kiestek, a kapaszkodó rútba ütötték magukat. Személyi sérülés nem történt. A buszban 2,5 millió, a kocsiban mintegy 14 millió forintos kár keletkezett. Az ügyészség közúti veszélyeztetés büntette és jelentős, illetve nagyobb kárt okozó rongálás büntette miatti vádiratában a vádlottal szemben végrehajtandó börtönbüntetésre, közügyektől, valamint járművezetéstől eltiltásra tett indítványt. A következő megálló